Egy offshore lovag lesz a kormány fejlesztési minisztere, Sesták Miklós, mondja az LMP. Sajtóhírek szerint a politikus olyan céggel állt kapcsolatban, amelynek az érdekeltségébe tartozó társaságok több milliárd forintot nyertek az NFÜ egyik informatikai pályázatán. Sesták Miklós egy olyan cégnek is a 100%-os tulajdonosa, amely körül offshore-szerű hálókkal átszőtt, adóvégrehajtásokkal teli kapcsolati háló bontakozik ki. Olyan vállalkozásokkal is összefüggésbe hozható, melyeket már a Fidesz szintén gyanúsnak ítél. Schiffer András a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Én megpróbáltam nyomon követni Sesták Miklós üzleti vagy cég vállalkozásait, meg hogy melyik cégéről éppen, mikor, mit írt a magyar sajtó, melyikben. Én nagyon rövid időn belül elveszítettem a fonalat. Akkor mit tudunk Sesták Miklósról? Azon kívül, hogy szeret énekelni egy pálinka főzőben, ilyen felvételt láttunk róla, vagy láttunk róla, tehát ezt biztosan tudjuk, hogy a fehérvári huszárokról is szívesen hallgatja, hogyha a miniszterelnök énekel, de a cégeiről, meg hogy offshore, erről mit tudunk? Hát ezt majd holnap a meghallgatáson megkérdezem. Hú. És szerint még mit fog mondani? Hát nem, azt fogja mondani, és ezt mondja, hogy jó, tőle vagyok offshore cégekkel. A dolog egyébként most itt viccet félretéve azért egészen kétségbeejtő, mert kapva itt a kormányoldal offshore ellenes és szabadságharcos szólamain, az LMP évek óta követeli azt, hogy az offshore lovagokat takarítsák ki az országból, és főként a közpénzek környékéről. Hát legalább ilyen hangosan követeli a Fidesz is. Odáig elmentek valóban, hogy alaptörvénybe foglalták azt, hogy állami támogatást nem vehet fel offshore cég. Most azt hagyjuk, hogy ráadásul itt ők pusztán, itt az offshore-nak kétféle fogalma van. Az egyik az, hogy a tulajdonosi szerkezet mennyire átlátható, az odáig tiszta és teljesen rendben van. Az alaptörvény szerint, hogyha nem átlátható a tulajdonosi struktúra, állami támogatást nem kaphat. Viszont van az a fajta offshore, fogalmaink szerint, amikor átlátható a tulajdonosi struktúra, csak éppen ki van téve egy olyan adóparadicsomba, amin keresztül szépen meg lehet a magyar adószabályokat hekkelni. Erre már egyrészt az alaptörvényi tilalom nem terjedt ki, másrészt mi az alaptörvényen felbuzdulva beterjesztettünk törvényjavaslatot arra is, hogy az uniós támogatások környékéről is takarítsák el az ilyen hátterű cégeket, közvetett támogatásra kaphassanak, alvállalkozók sem lehetnek, illetve mi nagy naívan megpróbálkoztunk azzal, hogy kormánytisztviselők, állami politikai vezetők ne lehessenek azok, akiknek offshore érintettségük van, akkor még nem sejtettük azt, hogy hát itt nem csak állami politikai vezetők lesznek offshore érintettek, hanem egyenesen egy fejlesztési miniszter. Hát offshore érintett? Például, amikor az valaki, érintettségük hát jelent. Például, amikor valaki felügyelőbizottsági tag egy olyan cégből, ott figyel egy ciprusi postafiók. Akkor, amikor valaki társtulajdonosa mondjuk egy Kajmán-szigeteki offshore paradicsomnak. Sesták Miklós minek a micsodája? És Sesták Miklós esetén ugye több dolog felmerült, hogy neki van valami autó kereskedés, amivel igen. Egyező nevű... Ez a Ramirez, vagy Ramirez, és van egy Ramirez nevű informatikai Rubin. Cég, teljesen véletlenül oda van bejegyezve, ahol az autókereskedés, és ez a Ramirez, ez már egy amerikai offshore paradicsomba van bejegyezve. Én a sakszövetségnél veszítettem a végére. Olyan is van. Azon kívül olyan is van, hogy hirtelen egy, mit tesz Isten, egy fejlesztési, nemzeti fejlesztési ügynökség által kiírt fejlesztési pályázaton milliárdokat nyer, ugyanarra a címre, ugyanabban az időben bejegyzett öt cég, abból az egyiknél, ha jól tudom, igen, jól tudom, Sesták Miklós felügyelőbizottsági tag. És ez a, és szintén ez az autós... ott egy ciprusi befigyelés van a tulajdonosi struktúrában. Befigyelés? Hát most hogy fogalmazzak? Én nem tudom, mi az, hogy ciprusi befigyelés? Hát amikor így a közvetett tulajdonosok között ott van egy ilyen svájci, hát postafiók. Hát most, svájci senki vagy nem, ciprusi? Ciprusi? Ciprusi. Valamiért mindig svájcit mondok, nyilván nem véletlenül. Hát biztos a bankszámlájára gondol éppen. Mármint van. A sajátjára. Én szóval, nekem aztán... Szóval az autós cégnek is van valami ciprusi postafiókja, ön azt úgy tudja, hogy milyen van? Az autós cégnek én úgy tudom, hogy semmilyen ilyen közvetlen érintettsége nincsen, hanem ugyanarra a telephelyre vagy céghelyre be van jegyezve egy hasonló nevű cég, ami informatikába utazik, és ami még egy észak-amerikai offshore
van érintett. Viszont vannak az van az a fejlesztési pályázaton milliárdokat szakító cégcsoport, 5 cég egyszerre, egy címen, egy időpontban be van jegyezve. Abból az egyiknél, vagy az egyik tulajdonossánál Sesták Miklós felügyelőbizottsági tag, és szintén ott a tulajdonosi bokorban ott van egy ciprusi, hát mondom, befigyelés, mert nem tudjuk, hogy pontosan ki a tényleges tulajdonos. És ez azért érdekes, mert éppen ez a kétharmados többség hozott egy olyan alkotmányos szabályt, hogy pontosan akkor, amikor nem átlátható a tulajdonosi szerkezet, ezért beszélek befigyelésről, mert nem tudjuk, hogy ki az a természetes személy, aki ott van a láncolat végén. Az ilyen érdekeltségek közvetetten se férhessenek hozzá például fejlesztési pénzekhez. Egyébként valamit az ő kinevezéséről azon túl, hogy meglepi, tud ön, vagy nem hallott valamit? Igen, egyet a világon, és hát a dolog azért is aggasztó, mert amikor Németh Lászlóné megkapta a miniszteri kinevezését, már akkor mentek a viccelődések. Na most azért vannak fideszes képviselők, akik így vagy úgy, de viszonylag sűrű megnyilatkoztak az elmúlt 4 évben. Olyan is van, aki nagyjából a neki megírt szöveget némi akadozással, de felolvasta, de legalább tudtuk azt, hogy hányadán áll hozzá a törvényalkotáshoz. Na most Sesták Miklós nem szaggatta az islángot, úgymond, de ami nekem még meglepőbb, hogy hát azért miniszternek egy tárca élére olyat nevezzen ki már a miniszterelnök, vagy jelöljön ki, akinek az adott témában a közpolitikai nézeteiről tudunk valamit. Na most arról, hogy Sesták Miklós mit gondol a magyar fejlesztéspolitika irányairól, milyen fejlesztéspolitikát szeretne Sesták Miklós, erről nem tudunk semmit. Az, hogy olyan különösebben nem fog nagy lendületet mutatni abban, hogy az offshore érdekeltségeket eltakarítsuk a haza, illetve uniós fejlesztési források környékéről, ezt viszont valószínűsíthetjük. Most közben kerestem, és a hvg.hu-n találtam meg azt a videót, amit már itt emlegettem, de akkor ugye őről beszélünk, nem Csák Károly, és a miniszterelnök énekel a fehérvári huszárokról és a megesett lányokról, és akkor Sesták Miklós tudjuk-e kiadni, kell keresni, mutatni, mert hogy én azt csinálom már az elmúlt pár percben, hogyha látjuk a... Azaz, igen. Aha. Tökéletes. Tehát itt én erre emlékeznek. Hát most egy hangot nem tudok mutatni, de akkor... Nem csak Károly mellett. Itt láttuk Sesták Miklóst. Jó, fogjuk majd látni a parlamentben a következő években egészen biztos. Hát eddig is így ott volt helye, jól tudom, a KDNP frakcióban. Csak túl sok mindent nem tudtam. Én fejlesztéspolitikai témákban karakteres megnyilatkozás Sesták Miklósról nem hallottam, nem is olvastam. Innentől kezdve elég érdekes, hogy milyen szempontok alapján válogat a kormányába Orbán Viktor. Na hát akkor holnapi meghallgatás, kíváncsi vagyok, hogyha kérdez, akkor mit fog majd Sesták Miklós válaszolni. Egyébként hívtuk őt, azt a választ kaptuk, hogy majd június 6-a után van esélyünk miniszterekre, miniszteri jelöltekre, vagy most még jelöltekre. De szóval a történet most nem pusztán csak ilyen korrupcióellenesség átláthatóság szempontjából érdekes, bár ebből a szempontból is érdekes. Én ma napirendelőt pontosan abban az összefüggésben emlegettem, hogy ha már itt az ország függőségeit egy fontos stratégiai problémának tekintjük, ennek a függőségnek az egyik eleme az a jövedelem kiáramlás, ami gyorsult 2009-től folyamatosan. Ez ma már a GDP 6%-át jelenti. Na most a gyorsuló jövedelem kiáramlásban sejthetően egy nagy tételt jelent az offshore kiáramlás, és akkor most a láncolatos áfacsalásokról ne is beszéljünk. Na, egy gondolat a beszélgetésünk végéig, és szerintem októberig még olyan sokat fogom önt erről kérdezni. Az adás elején Botka Lászlóval beszélgettem az önkormányzati törvényről is. Nyilván többségében az MSZP és annak jövőjéről beszélgettünk, de az önkormányzati törvény módosítással kapcsolatban felmerült állítólag annak a gondolata is, hogy Budapesten akár bojkottálni is kellene az ellenzéki pártoknak a választást, mert hogy totálisan kihúzzák a lábuk alól a talajt. Mit gondol ön erről? Hát én ezt nem tartom egy túl bölcs dolognak, sok szempontból nem, az egyik az az, hogy hát bár az LMP-nek, ha valakit rosszul érint az LMP-t, hiszen nekünk jó esélye a jelen felállás szerint egyetlen képviselőnk lehet ott, tehát éppen azt mondtam a mai vitában el, hogy a Jobbik és az LMP fővárosi szavazói hatodát hetedét érik egy fideszes budapesti szavazónak, de például a Magyar Szocialista Pártnak vannak esélyei arra, hogy megszerezzen nem is kevés polgármesteri helyet.
tehát akár a kerületek felében a szocialisták jó eséllyel vágnak neki a küzdelemnek, úgyhogy ezt nem igazán tudom mire vélni, mármint a bojkott felmerülését. Kettő, hogy hát a maga a jelenlegi országgyűlési választási rendszer azért nem kevésbé problematikus, és akkor még finoman fogalmaztam. Három, a Fidesz ugyanezt a játékot eljátszotta már 2010 júniusában is. Hát akkor is néhány héttel, hónappal az önkormányzati választás előtt elég rút módon, és megint csak a kisvártokat sújtó módon megváltoztatta a játékszabályokat, ugye akkor vezették be ezt a demagóg történetet, hogy csökkenteni kell a képviselőtestületek számát, mert olcsóbb képviselőtestület. Francokat olcsóbb. Jegyzem meg akkor, amikor a kerületi polgármesterek martalékává válik a fővárosnak, az lesz egy igazán drága mulatság. Na most 2010 júniusában sem merült föl komolyan az, hogy bojkottot kéne hirdetni. Ez minőségileg sajnos nem más történet, mint amit már láttunk a Fidesztől 2010 júniusában. Értem, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.